Sziasztok! Németh Gábor vagyok, a BKV főosztályvezetője, és a hajózási tevékenységről fogok beszélni, amit a BKV lát el 1968 óta a fővárosban. A budapesti hajózás 200 éves múltra tekint vissza. 200 évvel ezelőtt indult az első közforgalmú hajójárat a városon belül. 1968 óta a BKV látja el a városon belüli hajózási személyszállítási tevékenységet. Ehhez 10 hajónk van, amiből menetrend szerinti forgalomban a nyári csúcsidőszakban. A hajó, amin most állunk, ez egy 1960-as évek második felében készült Váci alumíniumtes kézihoz, a Budavár nevű. Ebből a típusból a BKV-nak 3 hajója van. Nyilván a gyártási állapothoz képest már nagyon sok változtatás történt a hajón, ami a technológiai fejlődésnek és a környezetvédelmi, illetve a biztonsági szinteknek az emelése miatt vált szükségessé. Ezen kívül ennél fiatalabb, szóval a 80-as években gyártott hajókat üzemeltetünk, egy később részben majd remélhetőleg arról is tudok néhány gondolatot beszélni. Hajó érdekessége, hogy a klasszikus kormánykerék az már kiváltásra került. Itt egy úgynevezett hidraulikus kormány, egy joystickkal kezelhető hidraulikus kormány került az összes hajónkra felszerelésre. Ennek az az oka, hogy a manőverképességük, amit a fővárosban viszonylag szűk megállótávolságoknál, gyakori kikötéseknél lényeges, ez érdemben javuljon, illetve a hajónak egyik része, amelyik főként a téli időszakban is közlekednek, azok pedig radarberendezéssel, korszerű radarberendezéssel is fel vannak szerelve. Jelenleg a járványhelyzet miatt szünetel a hajózási szolgáltatás Budapesten a BKV égisze alatt, remélhetőleg ennek enyhültével majd újra tudunk indulni, addig is folyamatosan készülünk az újraindításra, szépítgetjük a hajókat a lehetőségeinknek megfelelően, és remélem, hogy minél többetekkel találkozhatok majd az újrainduló vonaljáratokon. Ha tetszett a vlogom, keresd a BKV többi videóját is.